Sziasztok lányok és fiúk, vissza is tértem, és a mai alkalommal azt vizsgáljuk meg, hogy mi az a string builder, illetőleg mi köze van a string adattípushoz, és miben különbözik tőle a string buffer. Nagyon sok állásinterjún előjöhet ez a kérdés, úgyhogy érdemes tisztában lenni vele. Szeretnélek titeket rászoktatni a Stack Overflow használatára, mert ennél jobb oldalt nem fogtok arra találni, hogy gyors, néha felületes, de hasznos válaszokat találjatok. És bár tudom, hogy nem mindenkinek az erőssége az angol, ez is talán egy picit jobban hatást gyakorol rá, hogy igenis, gyakorolni kell, tanulni kell az angolt. A legtöbb dokumentáció Java-val kapcsolatban legalábbis angol nyelven található. Itt egy nagyon jó leírás ki fogom tenni a descriptionbe arra vonatkozóan, hogy hogyan működik a string builder a háttérben. Mit jelent az, hogy a háttérben? Először is tisztázzuk, a string builder nem a string. Ez egy teljesen másik osztály, ami segíthet nekünk abban, hogy műveleteket végezzünk szöveges karakter láncokkal. Oké? Okay? Nagyon egyszerű a működése. Először is létrehozhatod úgy, hogy megadod neki azt a méretet, amivel szeretnél dolgozni, mekkora helyet foglaljon valójában ez a string builder, és feltöltheted őt karakterláncokkal. A feltöltés legnépszerűbb módja az az, hogy azt mondod append. Tehát én most létrehozok egy string buildert, nem mondom meg, hogy milyen hosszú legyen, mekkora legyen a memóriában foglalt helyen, hanem viszont azt mondom sb.append egy vessző. Ezek után azt mondom 2 vessző 3. Ha ki szeretném iratni a végeredményemet, annyit mondok, hogy meghívom ezen az objektumon, az SB-nek elnevezett objektumon a toString-ét. Ahogy ezt lefuttatom, szépen kiírja azt, hogy 1, 2, 3. Magyarán semmi más nem csinált, mint hogy összefűzte ezeket a karakterláncokat egyetlen hosszú karakterlánccá. Akkor mi az értelme ennek az egésznek? A legfontosabb a te szempontodból az állásinterjúk alkalmával, hogy tudd, hogy amikor így hozol létre egy stringet, hogy elkezded felfűzni a karaktereket, ami ugye egyszerűbbnek tűnik, és itt van A meg B értéke, akkor valójában fordításnál a Java nagyjából erre fogja lefordítani. Érintesz téged, mint programozót? Mondhatnád azt, hogy nem, de állásinterjún simán megkérdezhetik, hogy ez mit fog csinálni a háttérben, és hogyha el tudod mondani, hogy hát tulajdonképpen a Java automatikusan string buildert fog létrehozni belőle, és össze fogja fűzni őket, az egy pluszpont neked. Most itt van egy másik nagyon szép példa, ami levezeti, hogy mindig, amikor string concatenation történik, tehát hozzáfűzöl egy másik karakterláncot egy meglévőhöz, akkor az a háttérben bizony ilyen csúnyán fog kinézni nagyjából. Ez a kettő, amit itt látsz fent, meg amit itt látsz lent, ez ugyanazt az eredményt fogja elérni. Itt egy átmeneti változóban tárolja el mindig az előző lépést, hogy hozzá tudja fűzni az újat, aztán az újat belevezeti az előzőbe, felülírja, aztán az újat elmenti, a temporary-t, az ideiglenest újra egy vadonatúj string builder objektumhoz rendeli, és újra elkezdi a hozzáfűzést. Tehát ezt elkerülheted, ez a csúnya kód, ezt elkerülheted egy egyszerű sorral. Erről is szól az, hogy tudni kell, hogy mikor mit kell használni, szintaktikailag, hogy egyszerű legyen és gyors és életszerű. A másik nagyon fontos dolog, amit én szeretek a string builderben, hogy képes arra, hogy megfordítsa az eltárolt szót. Tehát magyarán, ha azt mondom, hogy hozzá appendelek, szép magyarosan, egy karaktert, és én ki akarom iratni ennek a fordítottját, hogy visszafele írja ki, akkor annyit mondok tmp.reverse. És amit ki fog írni, az pontosan a karakter visszafele. Na most már sejtheted, hogy később, amikor string manipulációkat fogunk csinálni, előjönnek a állásinterjúk során, akkor sokkal egyszerűbb a string buildert segítségül hívni, például, hogy megfordíts egy stringet, kivéve, hogyha az a feladatban az előírás, hogy nem használhatsz ilyen segítséget, és neked magát az algoritmikát meg kell csinálnod. Mi tudjuk, hogy egy for ciklus segítségével végig tudnánk menni az összes karakterén ennek, és fordítva kiírni őket, de a hétköznapi programozásod során nem fogsz ilyet csinálni az irodában. Mert mi a fenének, hogyha ennyivel meg lehet csinálni? Ott nem kell bizonygatnod, hogy tudod, hogy kell algoritmikailag megoldanod. Ott meg kell csinálnod gyorsan. Továbbá nagyon szeretem azt String Builder osztályban, hogy különféle transformációkat lehet végezni. Lekérdezheted, hogy hol van az utolsó X karakter, például a szövegben. Megmondhatod, hogy egy új szót szúrjon be az X-edik karakterre, tehát például azt mondom, hogy az első helyre szúrja be azt, hogy Chris, és láthatod, hogy meghagyta a nulladik helyet, és az elsőre beszúrta, hogy Chris, és folytatta tovább az eredeti hátralévő karaktereit. Szóval mindenféle transformációra alkalmas a String Builder, és bármennyire is furcsa, de létezik egy olyan osztály is, amit úgy hívnak, hogy String Buffer. Na most a String Buffernek ugyanazok a metódusai vannak, mint a String Buildernek. Ugyanúgy megtalálod benne az insertet, ugyanúgy megtalálod benne a reverse, vagy a last index of-ot. Mi a különbség tehát a kettő között? A legnagyobb különbség az az, hogy az egyik synchronized, a másik pedig
nem synchronized. Erről már beszéltünk a szálkezeléseknél, akkor synchronized valami, hogyha thread safe. Mit jelent az, hogy thread safe? Az, hogy biztonsággal hozzá lehet férni az erőforráshoz az osztályon belül, akkor is, hogyha több szál szeretne módosítani az erőforráson. Ennek a részletezésében nem megyek bele, ezt tanultuk már. Az a lényeg, hogy meg tud mondani az interjún, hogy mi a különbség a string buffer és a string builder között. Az egyik különbség, a legfontosabb különbség az az, hogy a string builder nem thread safe, nem szál biztos, hogyha nagyon magyarul akarod kifejezni, a string buffer viszont az. Na most tudjuk, hogyha valami synchronized, akkor általában lassabb is. És ez így is van. Nyugodtan csinálhatsz egy tesztet, sőt ez a házi feladatot, csinálj egy tesztet. Tanultuk a Spring Boot kurzusban, hogy hogy lehet kiíratni az eltelt időt. Írast ki, hogy mennyi idő alatt old meg egy feladatot a String Buffer, illetve hogy mennyi idő alatt oldja meg ugyanazt a feladatot a String Builder. A String Builder gyorsabb lesz. És ezt használja a háttérben a string a manipulációknál. Na hát ennyit mára, a következő alkalomtól kezdve feladatokat oldunk meg, ez volt a bemelegítés, és hogy ne hagyjalak titeket üres kézzel, bár biztos sokan ismeritek, de aki nem, annak ajánlom a codingbet.com nevű oldalt, azon belül is a Java részleget természetesen, rengeteg feladatot találhattok itt, többek között témakörökre bontva ilyen algoritmikai feladatokat, akár a rekurzió gyakorlását. Oldjátok meg őket egyesével, az első pár csomagnál automatikusan kírja neked a válaszokat is, hogyha elakadsz, találsz egy ilyen gombot, hogy show solution, és akkor elmondja, hogy ő mit javasol megoldásként, viszont később már nem lesznek ilyen gombok, a különböző csomagoknál, de az interneten keresgélve megtalálhatod mindegyiknek a megoldását. Ezt csak azért emelem ki külön, hogyha nagyon-nagyon elfáradsz egyes feladatokkal, én annó állásinterjúra való készülésnél egyeseknél elfáradtam, belenéztem a megoldásra. Néha kell az, hogy azt mondod, hogy ó, basszus, már látom, hogy miért hibáztam, miért nem volt jó az én megoldásom, és hogy mennyivel jobb az, amit ő ajánl. Az a lényeg, hogy értsd meg ezeket a feladatokat és a megoldásaikat, hogyha ebből mindent meg tudsz oldani, akkor nagyon-nagyon jó vagy. Segítenek a gyakorlásban, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom nektek. Én pedig a következő alkalommal visszatérek, és olyan feladatokat fogunk megoldani, amik itt nincsenek, viszont állásinterjúkon előjöttek, vagy nálam, vagy nálatok. Köszönöm a kitartásotokat, ne adjátok fel, tanuljatok, gyakoroljatok, mert csak úgy fog menni. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!